Kedves nézőink, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az első világháborút lezáró Trianoni békeszerződést száz évvel ezelőtt írták alá. A diktátum a háborúban vesztes országok közül Magyarországot sújtotta a legtragikusabban, meghatározta hazánk új határait. Óriásiak voltak a területi, a nemzeti és az anyagi veszteségek. Az ország területe 282 ezer négyzetkilométerről 92 ezerre csökkent, a 18 milliós magyarságból mindössze 7,6 millió maradtak a trianoni határokon belül. Felvidéket, Erdét, Délvidéket és az örvidéket más országok vették birtokba. A mindmáig meghatározó trianoni tragédiára emlékezve, június 4- napját a Magyar Országgyűlés 2010-ben a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. A koronavírus elleni küzdelem és a járványhelyzet miatti szigorú szabályok miatt az idei évben a megemlékezésre online módon kerül sor a Városháza dísztermében. Megemlékezésünk elején tisztelettel felkérem dr. Cserpalkovics András polgármester urat, tartsa meg megemlékező beszédét. Tisztelt emlékezők, tisztelt tanár úr! Természetesen nem így terveztük ezt a megemlékezést, nem így terveztük ezt a programot, de a járványügyi helyzet, ahogy el is hangzott, most szigorú szabályokat kényszerít ránk, és ezért nincs más lehetőségünk, mint hogy a digitális lehetőségeket figyelembe véve, ezeket az eszközöket felhasználva, lépjünk ki a térbe, az éterbe, és így mondjuk el azokat a gondolatokat, amik így száz év után a nemzet történelmi fővárosában bennünk előjönnek. Nem véletlenül mondom, hogy a nemzet történelmi fővárosa, amit egyébként az a helyszín is jól mutat, ahol éppen most vagyunk, hiszen bármere is nézünk gyakorlatilag, a nemzet és ezen belül Székesfehérvárt történetének, történelmének legfontosabb eseményei, pillanatai köszönnek vissza ránk, hanem ennek a mai századi évfordulónak a tekintetében is jelentős szerepe van, hogy hol beszél az ember. Mi egy olyan városban tehetjük ezt meg, amely nélkül ez a több mint ezer éves történeleme -e hazának és ez nemzetnek nem létezhetne. Viszont ez nem csak jogokat ad nekünk, hanem különös felelősségeket és ezzel járó kötelességeket is, hogy ilyen helyzetben, ilyen sorsfordító időkben különösen oda kell figyelnünk nemzetünk sors kérdéseire. Adott esetben azokra a történelmi dátumokra, eseményekre, tragédiákra, amelyek ennek a nemzetnek a sorsát meghatározták. Meghatározták a nagy háborút követően is az azt lezáró békediktátumok. Meghatározták azok a történelmi események, amelyek a nagy háborút, a nagy háború és a békediktátumok közötti időszakot jellemezték. Egyébként itt a falfeliratok is jól mutatják ezt, hiszen a román csapatok fehérvári megszállását is rögzíti az a falfeliratrendszer, amelyik nagyon régóta itt díszíti városházánk dísztermét. Történelmi fővárosként tehát így fogtunk neki az idei évre való felkészülésre. Úgy gondoltuk, hogy több eseményel és több olyan rendezvényel szeretnénk erre emlékezni, amely emlékeztet, de teszi ezt szakmai, tudományos alapossággal. Hogy arról szóljon ez a megemlékezés, amiről szólnia kell. Ne vigyék el olyan dolgok a megemlékezés elől egyébként az időt és terepet, amelyek csak felesleges vitákat keltenének, miközben a lényegről pedig pont elterelnék a figyelmet. Ezért gondoltuk úgy, hogy szimbolikus és szakemberek bevonásával is meghozott döntésekkel szeretnénk felkészülni erre a bizonyos századi évfordulóra. Ennek keretében újult meg az Országzászló tér, melyek tudjuk, hogy történelmi jelentősége is van belvárosunk életében. Fontos elmondanunk, hogy civil szervezetekkel együttműködve alakítottuk ki ennek koncepcióját, de természetesen a koncepció abból indult ki, hogy mi volt elődeinknek az üzenete ezzel a térrel, az emlékművel és az országzászlóval. Miért fontos ez a századik évfordulón, és miért fontos, hogy erre az időpontra a terünk, ez a közösségi tér úgy nézzen ki, ami méltó ehhez az évfordulóhoz, méltó elődeinkhez. Méltó a száz évvel ezelőtti tragédiához, de méltó ahhoz is, hogy abból a nemzet és ez a város is újjá született, újjá építkezett, és ennek a közterületeken is megjelentek egyébként hatásai. Ez a mi országzászló terünk rajta az emlékművel, és rajta az országzászlóval. Másik fontos döntésünk egy emlékbizottság összehívása volt. Egy emlékbizottság, aminek az volt a feladata, hogy a különböző programokat, rendezvényeket, tudományos konferenciákat szakmai alapossággal készítse elő. Annak érdekében, hogy közmegegyezés tudja ezt Székesfehérváron kísérni. Én úgy érzem, hogy bár a vége akaratunkon kívül nem úgy sikerül, hiszen ma itt nincsenek rajtunk kívül mások, mert nem lehetnek, de mégiscsak ez az időszak a felkészülés és az egyes programok tekintetében is méltó megemlékezés. Emellett kulturális intézményeinket is arra kértük, hogy csatlakozzanak ehhez a megemlékezés sorozathoz. Igazán nem is kellett kérni, hiszen maguk hozták a javaslatokat, maguk hozták az ötleteket. Ezzel is bizonyítva, hogy a kulturális életünk és ennek intézményrendszere, az ott dolgozó művészeink, szakembereink, azok értették és érezték azt, hogy ebben a városban milyen felelősséget ró ránk ez a századik esztendő és erre való emlékezés. Ennek egyik jeles eseményéről a Vörösmarty Színház bemutatójáról még külön is szeretnék majd néhány szót és gondolatot szólni. De már itt tartunk a kulturális intézményeknél, ehhez kapcsolódóan a Királyi Napok rendezvénysorozatnak a lelkét adó koronázási szertartás játéknál indítottuk el a Rákóczi Szövetségek közösen az elmúlt évekbe, hogy egy nyári tábor érkezzen ilyenkor Székesfehérvára, határon túli fiatalokat hozva el Székesfehérvára, akik itt töltenek mindegy másfél hetet, miközben jól érzik magukat, közben pedig részesei a koronázási szertartás játéknak. Így volt ez tavaly, így volt ez tavaly előtt is. Nagyon furcsa érzés volt, mert néhány nappal ezelőtt a városi televízióban megnézhettem a tavalyi koronázási szertartás játékot. És ott láttam ezeket a fiatalokat, és emlékeztem a velük folytatott beszélgetésekre. Arra, hogy mit jelentett nekik idejönni Szent István városába. Mit jelentett nekik akár ebben a teremben is részt venni programokon, vagy készülni a koronázásra. És ilyenkor talán könnyebb megértenünk, hogy miért fontosak ezek az események, és miért, fontosak az, miért fontos az, hogy törődjünk a határon túli magyarokkal, törődjünk testvérvárosainkkal, törődjünk az ott élő fiatalokkal különösen. És közben készültünk egy megemlékezésre június 4-én, ami egy kicsit más formában valósul meg, de nem maradhat el természetesen városunk életében sem. Sajnos a járványhelyzet miatt ez máshogy alakul, de a digitális teljes segítségével itt is van lehetőségünk emlékezni, és lehetőségünk van emlékeztetni. Emlékeztetni, ha amiközben mondjuk elhelyezzük az emlékezés koszorúját, koszorúját vagy virágait, elhelyezzük a mécseseket és a gyertyákat, akkor emlékezünk magunk is, de egyúttal emlékeztetjük a közösséget is. Tisztelt megemlékezők! A Vörösmarty Színház egy szerintem nagyon ehhez az időszakhoz méltó bemutatóval készült. Sajnos ez, ha jól emlékszem, talán két előadást érhetett meg, utána jött a járványhelyzet. Biztos vagyok abban azonban, hogy a következő hónapokban többször láthatjuk majd a Trianon című előadást. Sárosi István munkáját dolgozta föl ez az előadás, Szikora, Szikora János igazgató rendező segítségével. Az ő rendezésében a színpadra vitt Trianon előadás, azt hiszem, hogy egy nagyon fontos dokumentum tömeg alapján összeállított dokumentum regénynek a színpadi változatát mutatja, ami azért nagyon méltó, mert nagyon sok mindent kifejez. Méltó darab választásnak tartom, egyrészt azért, mert önkritikát is tartalmaz, őszinte szembenézést is tartalmaz ez a mű, hogy mihol követtük el a hibáinkat hol követte annak idején a politikai elit, adott esetben a kulturális vagy tudományos elit. Mi történt a nemzetiségi politikával, mi volt benne helyes és mi volt benne elhibázott. És milyen történeti események vezettek aztán Trianonhoz. Tehát nem maradt el, és nem is maradhat el az önkritika sem. Hiszen ebből is lehet tanulni, ebből is lehet következtetéseket levonni. De fontos kijelentenünk, és ez a dokumentumregény, és maga a színpadi változat is egyértelművé teszi, hogy semmi sem adhat felmentést az igaztalan győzteseknek. Ez egy elvtelen, megmagyarázhatatlan, elhibázott diktátum, igazságtalan egy nemzettel és igazságtalan az emberekkel szemben. A diktátum bizony tájékozatlan, rövidlátó és negatív történelmi figurák műve. Akár Wilsonra, szóra vagy Lloyd George-ra emlékezünk, akkor őket nem lehet mint felkészületleneknek tartani. Mert persze feltételezhetnénk azt is, hogyha pedig felkészültek voltak, akkor szándékosan egy olyan békediktátumban kényszerítettek bele nemzeteket, amiből egyértelművé vált, hogy bár nem kizárólagosan, de vitathatatlanul vezetettek útként a második világháborúhoz és annak minden tragédiájához. Azért tartom fontosnak, hogy ezt kiemeljem, és nem véletlen, hogy maga ez a könyv is valami hasonló gondolatokkal zárul, mert itt bizony a XXI. század elején is ezen történelmi személyek szerepéről, az első világháborút lezárásról, az azt követő időszak vagy a második világháború kirobbanásában játszott felelősségükről nagyon kevés szó esik. Nagyon kevés szó esik, sőt ezeknek az embereknek mind a mai napok szobrokat állítanak egyébként a saját hazájukban. Fontos tehát elmondanunk, hogy mi mit gondolunk róluk. És ez a könyv és a Vörös Marti Színház darabja azt gondolom, hogy ezt világosan megmutatja. Száz év, száz év hosszú időszak, és a maga tragédiája mellett lehetünk büszkék is erre az esemény sorozatra, miért? Azért, mert bár senki nem hitt benne, de mégiscsak ez a nemzet felállt. És ezt a sorsfordító tragédiát is bár lelkekben talán sok tekintetben még máig nem lehetett feldolgozni, nem is tudom, hogy mikor lehet egyáltalán, de a nemzet mégiscsak magára talált, mégiscsak itt van a hazánkban, és mégiscsak segítséget tud nyújtani mind a mai napig határon túl magyar embereinek. Persze vannak ennek az időszaknak tragédiái. Tragédiái, hiszen itt vagyunk a közös Európában, és a közös Európa gondolatához azt gondolom mindannyian, akik amikor csatlakoztunk, számba vettük, hogy milyen értékei, előnyei lennek, lesznek annak, hogy ez közösséghez tartozunk, akkor ott szerepelt, hogy ezzel is majd könnyíteni lehet a határon túli magyaroknak. Magyaroknak abban, hogy megőrizzék saját kultúrájukat, megőrizzék saját nyelvüket, hogy szabadon élhessék meg magyarságukat, miközben egy más nemzet állampolgárai. Tehessék adott esetben úgy, hogy ott lehessen a magyar állampolgárság is mellettük, és ezért őket retorziók ne érhessék. Tudjuk, hogy sajnos ezek a kisebbségi jogok azonban ma sem teljesek. Ahogy Európa más szegmensében sem, így sajnos a nemzetek egy részében sem, és az országok egy részében sem, ahova a magyarok nagy számban kényszerültek. Tudjuk azt is, hogy sok reményünk volt, hogy ez majd változik. A reményt persze nem adhatjuk föl, és én bízom benne, hogy a következő években, évtizedekben ez mégiscsak változni fog. Talán itt érdemes elmondanunk, hogy most ez a felvétel, tanár úr és az én gondolataimmal, túl azon, hogy bemutatásra kerül most, most elzárásra kerül egy digitális platformon, és majd 20 év múlva más, a nemzet más részén területeiről elhangzó beszédekkel együtt újra nyilvánosságra kerül. Én abban bízom és hiszek, hogy 20 év múlva, ha majd ezeket a gondolatokat halljuk, akkor azt mondjuk, hogy igen, ez igaz volt 2020-ra, de talán már akkor nem lesz igaz. És valóban a magyar ember az magyar emberként élhet, gondolkodhat és beszélhet, megélve és tisztelve saját kultúráját más országok polgáraiként is. Emellett persze előrelépéseket is tartogatott ez az időszak. Előrelépés önmagában, azt gondolom az, hogy még mindig itt vagyunk, és én most magyarul mondhatom el a gondolataimat, de előrelépés az is, hogy a közös Európában a Schengeni határok azért lehetőségeket is adtak nekünk. De ott van a Visegrádi együttműködés, ami azonom, hogy szintén pozitív az elmúlt évekből, és reményt ad nekünk, hogy létezik olyan közép-európai együttműködés, ami egymás értékeit tiszteletben tartja, a nemzeti hovatartozását tiszteletben tartja, és egymást erősíti. Abból a kiinduló pontból, hogy igenis közép-európa és ezen térség, ha együtt működik, akkor erősebb tud lenni. Ha erősebb tud lenni, akkor fejlődni tud és növekedni tud. Ha pedig fejlődik és növekszik, akkor az itt élő embereknek az élete is egyre boldogabb tud lenni. Milyen kötelességeink vannak? Kötelességünk az, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk egy századik évfordulón. De a kötelességünk nem merülhet ki ebben. Konkrét tettekre, programokra, rendezvényekre van szükség a határon túli magyarokkal való kapcsolattartásra, akár az előbb említett módokon, akár egyébként új kérdéseket, lehetőségeket találva, keresve, megtalálva. De ott vannak a testvérvárosi kapcsolatok, amiben jelentős szerepe van a magyar közösségeknek, és nekünk jelentős szerepünk lehet abban, hogy őket segítsük. Ott van például Nagyvárad, Szent Lászlóvárosa, melyik régóta vár arra a több mint 40 ezeres magyar közösségével, hogy a várban ott állhasson újra Szent László szobra. Segítsük őket ahhoz, Szent István városaként, hogy ez megtörténhessen, ez az álom valóra válhasson. És persze emlékezzünk és emlékeztessünk, különös tekintettel a fiatalokat, hogy ne feledjék, hogy mi történt, milyen út vezetett odáig, és milyen út vezet azóta itt Közép-Európába bennünket. Igen, ahogy Juhász Gyula mondja, nem kell beszélni róla sosem, de mindig, mindig gondoljunk rá, mert nem lehet feledni, nem soha. Köszönöm, hogy meghallgattak. Kedves nézőink, tisztelt Hölgyeim és Uraim, most pedig tisztelettel felkérem dr. Vizi László Tamás urat, a Trianon centenáriumi Emlékbizottság elnökét, tartsa meg plenáris előadását. Tisztelt Polgármester úr, Hölgyeim és Uraim, tisztelt televízió nézők, tisztelt emlékezők. Ahogy polgármester úr is mondta, a Trianon Centenárium Emlékbizottság, amely 2018. novemberében jött létre, azzal a célral kezdte meg munkáját, hogy itt a Trianoni béke diktátum 100. évfordulójára az események és a megemlékezéseket kicsúcsosítva méltó módon emlékezzen meg a száz évvel ezelőtti eseményekről. Ahogyan az polgármester úr is mondta, a járvány ennek most nem ad lehetőséget, így arra kényszerültünk, hogy egy történeti előadás keretében emlékezzünk a száz évvel ezelőtti időszakra, a száz évvel ezelőtti napra, 1920. június 4-ére. Előadásomnak a címét a Nemzeti Újság 1920. június 6 számának vezércikkéből vettem, amely úgy fogalmazott akkor, hogy megállt a nemzet szívverése. Ez a nap 1920. június 4-e volt. Az előadásomban arra teszek kísérletet, hogy bemutassam, mi is történt Magyarországon, mi történt a fővárosban, és mi történt ezen a napon Párizsban, majd végül a Grand Trianon kastélyban? Ahhoz azonban, hogy odáig eljussunk, egy mindenképpen szükséges, egy rövid történeti bevezetőt elmondani, amelyet én azt gondolom, hogy az idő rövidsége és a lehetőségekhez adódóan én 1920. május 5-én kezdeném. 1920. május 5-én este 18 óra tájban Henri Francia ezredes, a képen ott látható, aki egyébként a békedelegáció mellé is beosztott francia összekötő tiszt volt, magához rendelte a békedelegáció főtitkárát, Praznovszki Ivánt. Ez a kép egyébként egy kicsit később készült Praznovskiról, ő ekkor már a 30-as években párizsi magyar követ volt. És mi történt itt ezen a találkozón? Nevezetesen az, hogy Henri Ezredes, akiket jegyezzük meg, hogy bizonyára nagyon jól végezte a dolgát, mert az előző napokban, tehát május 6 -e előtt kapott éppen ezredesi kinevezést, átadta azt a dokumentumot, amely valójában a végleges békeszerződés szövegét tartalmazta átadta Praznovszki Ivánnak, a békedelegáció főtitkárának, aki még azonnal táviratozott Budapestre, majd másnap, május 6-án vonatra szállt az Orient pressze, táskájában a békediktátum szövegével Budapestre indult. Azért érdemes megjegyezni azt, hogy a hivatalos dátum, amely a békeszerződés végleges szövegén van, az május 6-a, hogy miért is került akkor május 5-én átadásra? Nos, a békecsinálók még arra is figyeltek, hogy nehogy időt pazaroljanak, hiszen pontosan lehetett tudni, hogy május 6-án indul egy Orient Express Budapest irányából Párizsba, tehát véletlenül se késse le ezt a, ezt a vonatot, ezt a járatot, Praznovszkíván. Tehát már 5-én este így történt. Amikor a hírek megérkeztek Budapestre, már másnap, tehát a hivatalos átadás másnapján, május 7-én minisztertanácsot hívtak össze. A magyar miniszterelnök ekkor, ugye Simonyi Szemadam Sándor, aki 1920. március 15-től töltötte be ezt a pozíciót, és ennek a kormánynak április 19-től nem más a külügyminisztere, mint a közismert, kiváló politikus, földrajztudós Gróf Teleki Pál. A május 7 miniszter minisztertanácson már elhangzanak azok a kijelentések, hogy ennek a békeszerződésnek az aláírása sajnos az adott helyzetben elkerülhetetlen. Mi az adott helyzet? Az adott helyzetet tökéletesen vázolja fel a kormány honvédelmi minisztere, Vádokisós Károly, vele még fogunk találkozni az előadás során, vezérezredes, majd 1920-tól már altábornagy, a Nemzeti Hadsereg egyik megteremtője, a Simonyi Szemadam Sándor kormány hadügyminisztere. Ő kifejti azt, hogy egy körkörös támadással szemben, egy csehszlovák, román, szerb támadással szemben Magyarországnak nincsenek esélyei. Egy ilyen támadás, egy ilyen katonai offenzíva ez gyakorlatilag a maradék Magyarország pusztulásához is elvezette. Ezért fogalmaz már úgy május 7-én a minisztertanács, hogy az aláírás minden valószínűség szerint elkerülhetetlen lesz. Néhány nap múlva, május 10-én Teleki Pál külügyminiszter felszólal a nemzetgyűlésben, és egy hosszú beszédben részletesen bemutatja a békeszerződés tartalmát, és ismerteti, a békeszerződéshez csatolt úgynevezett kísérőlevelet, amelyet François Milleran, francia miniszterelnök írt alá, és amelyet egyébként Aponyi Albertnek, a békedelegáció vezetőjének címzett. Teleki nem mondja ki ebben a beszédében, de minden pillanatában utal arra, hogy a békeszerződés aláírása valójában elkerülhetetlen lesz. És amit Teleki nem mond ki, május 10-én délelőtt a nemzetgyűlésben, az kimondja délután a békedelegáció ülésén Gróf Aponyi Albert, nevezetesen, hogy kénytelen leszünk, kénytelenek leszünk aláírni a szerződést. Másnap tartja a Nemzetgyűlés Külügyi Bizottsága az ülését, ifja Bandrási Gyula elnököl rajta, talán érdemes elmondani, ő volt az osztrák-magyar monarchia utolsó külügy, közös külügyminisztere, édesapja pedig a híres, dualizmuskori magyar miniszterelnök, később szintén közös külügyminiszter gróf Andrási Gyula. Tehát ő az, az ifjabbik Andrási, aki ezen az ülésen elnököl. És a másnapi újságok ezzel a vezércímmel, vezércig címmel jelennek meg. Valójában Andrásit idézve, Halálba kergetjük a nemzetet, ha nem írjuk alá a békét. Tehát valójában azt kell látni, hogy május közepére egyértelműen eldőlni látszott, hogy a békeszerződést alá kell írni, nincs más választása az országnak. Május 16-án és 17-én két fontos jegyzék fog eljutni Párizsba. A 16-ait a Staponyi Albert jegyzi, a békedelegáció vezetője, aki jelzi Milleran felé, hogy a békedelegáció befejezte a munkáját, és miután nem sikerült a békeszerződés tervezeten érdemben javítania, és ez a békeszerződés a békedelegáció által elfogadhatatlan és aláírhatatlan, ezért visszaadják a mandátumukat annak a testületnek, amelytől ezt még 1919. decemberében nyerték, nevezetesen a kormánynak. A kormány másnapi jegyzéke, amelyet a miniszterelnök és a külügyminiszter egyez, pedig arról szól, hogy az ország súlyos helyzetének tudatában a magyar kormány nem tagadhatja meg a békeszerződés aláírását. Tudatják egyúttal Párizsjal azt is, hogy amikor nyilvánossá válik, hogy mikor és hol lesz a békeszerződés aláírása, a tejhatalmú megbizottait a magyar kormány a béke aláírására meg fogja nevezni. Ezt a kormány döntést egyébként május 26-án Teleki egy rövid felszólalásában a nemzetgyűlésben is bejelenti. A fővárosi napilapok május 25-én közlik a békeszerződés, vagy akkor, ahogy a korabeli újságok is írták, a békeparancs aláírásának a napját és a helyszínét. Tehát amikor május 26-án Teleki bejelenti az aláírást, a képviselők már pontosan tisztában vannak vele, hiszen az újságok már előző nap ezt megírják. Közlik tehát, hogy a helyszín az Párizs és a Nagy Trianon palota lesz. Kitűzték június 4-ére a békeszerződés aláírásának az időpontját. Erről egyébként május 22-én született döntés a nagykövetek konferenciáján, és a hírt már másnap Praznovszki Iván rendkívüli követ továbbította is Budapestre, illetve az MTI is közölte. Látható a mellékelt újságcikken, hogy a távirati iroda közleménye szerint június 4-ére tűzték ki az aláírás időpontját, és megnevezték a Nagy Trianon palotát is. Egyben közlik, hogy Aponyi és a delegáció valójában lemondott, és minden bizonyja nem ők fogják képviselni a kormányt az aláíráson. Ezt követően május 17 és 31 -e között elindul valójában egy aláírási casting. Tehát az eldölt, hogy alá fogjuk írni, de az még egyáltalán nem, hogy ki fogja, vagy kik fogják ezt megtenni. Május 17-én egyébként még Teleki úgy fogalmaz, hogy az, hogy kírja alá magát a békeokmányt, az nem olyan fontos. Persze Teleki pontosan tudta, hogy ebből még óriási vita lesz. Hát ki lesz az, aki felvállalja ennek az ódiumát, ennek a felelősségét, az öngyilkos békének az aláírását, ahogyan azt Aponya híres január 16-ai beszédében említette. A május 25 i minisztertanácson már felvetődik az, hogy a kormány nevében maga a külügyminiszter, Gróf Teleki Pál legyen az aláíró. Megjegyzem, Teleki Pál vállalta az aláírást, hiszen úgy fogalmazott, amikor elvállalta a kormány külügyminiszteri posztját, akkor számolt azzal, hogy ez is bekövetkezhet. Viszont jelzi azt is, hogy ennek komoly következményei lesznek a személyére tekintettel. Nevezetesen mielőtt elutazik Párizsba, ő a kormányzó asztalára le fogja tenni a lemondását, Lemond tehát a miniszteri posztról, de lemond nemzetgyűlési képviselői posztjáról is, és visszavonul a politikai élettől. Ennek a telekiféle nyilatkozatnak a tudatában a május 27-i minisztertanács dönt, teleki Pál lesz az aláíró. Május 28-án azonban történik valami, nevezetesen a folyamatban maga Horti Miklós kormányzó, aki ugye 1920. márciusától áll államfőként az ország élén, megváltoztatja ezt a döntést, egy levelet intéz május 28-án a miniszterelnökhöz, amelyben jelzi, hogy Telekipál -e nem lehet a béke diktátum aláírója, Telekipál nem távozhat a politikai életből, telekire szükség van. De ugyanez a véleménye egyébként a Budapesten székelő francia és brit antant megbizottaknak is, Maurice Fusénak és Holler brit megbizottnak, akik már május 28-án délelőtt felkeresik a kormányzót, és ugyanezt a kérést fogalmazzák meg, hogy telekipál ne legyen aláíró, ne távozzon a politikai életből, aminek viszonylag ismert okai vannak, nevezetesen az ekkor már zajló, javában zajló titkos francia-magyar tárgyalások egyik motorja volt Teleki, és ha ebből a Teleki feláll ebből a pozícióba, akkor minden valószínűség szerint ezeknek a tárgyalásoknak is, ezek a tárgyalások is lezárulhatnak, márpedig ez Párizsnak és Budapestnek egyaránt nem volt érdeke. De a kormányzó ebben a levelében arról is beszél, és arról is ír, hogy kik nem lehetnek még aláírók. Megfogalmazza azt, hogy nem lehet olyan személy aláíró, aki az elcsatolandó területekről származó miniszter. Hát milyen üzenete lenne egy ilyen aláírásnak az elcsatolandó országrészek lakossái felé? És megfogalmazza azt a követelését is, vagy kérését a kormányzó, hogy olyan személy sem lehet aláíró, aki a nemzetgyűlés pártjainak valamelyik vezető tisztségviselője. Gondoljunk itt a kisgazdapártra, gondoljunk itt a keresztény nemzeti egyesülés pártjának vezető politikusaira, akikből legalább négyen ülnek a kormányban. Hiszen ne felejtsük el, hogy 1920. június-júliusában a Tiszántúlon még 44 választókerületben nemzetgyűlési pótválasztásokat tartanak. Hát hogy áll esetleg oda ki, mondjuk egy kisgazda vagy egy keresztény nemzeti párti politikus, ha előtte aláírta a békeszerződést. Ezek tehát a kormányzó kérései. Néhány nappal később, május 30-án a korabeli lapok azt közlik, hogy az aláíró Sós Károly honvédelmi miniszter lesz. Sós Károlyról az előbb már említést tettem, és itt pedig jól láthatók azok a, a korabeli napi lap cikkei, amelyek jelzik itt például, hogy egy Sós Károly lesz a honvédelmi miniszter, lesz az aláíró. Tehát úgy tűnik, hogy a kormány akceptálta, és miért ne tette volna telekipál kérését, és még május 28-án este a késő esti órákban nem kis vitát követően végül is Sós Károly lett felkérve, ugyanis ő korábban már jelezte, hogy ha telekit valakinek el kellene kísérni, akkor ő Bárisba, akkor ő erre vállalkozna. És hát fegyelmezett katonaként úgy fogalmaz, hogyha ha őre esik a választás, ő ezt felvállalja és megteszi. Csak hogy sós káról sem lehet aláíró. A Nemzeti Hadsereg tisztikara ugyanis azonnal megjelenik a kormányzónál, és tiltakozik, hogy azt a béke amely a magyar hadsereget leszereli, amely a magyar hadsereg mozgásterét, katonai lehetőségeit számarányában, technikájában olyan szinten korlátozza, mozgásterét olyan szinten határolja be, ember ezt a szerződést nem írhatja alá. Tehát folytatódni fog a casting. Június másodikán pedig már arról is hírt adnak a korabeli lapok, hogy a B2 június 4-én 10 órakor fogják aláírni. Mai napig sem tudom, pedig régóta kutatom ezt a témát, hogy honnan jött ez az információ, honnan jött ez a délelőtt 10 órai információ. Minden esetre ez olyan erősen beívódott az akkori mindennapokban, hogy június 4-ének a Budapesti és az országos megemlékező rendezvényeit azt délelőtt 10 órára szervezik, miközben majd látni fogjuk a békeszerződést, majd csak délután 16 óra 30 perckor fogják aláírni. Azt is közli ez a híradás ismételten, hogy a nagy trianon palotában lesz az aláírás. Ez azért is érdekes, majd az előadás egy későbbi részében szó lesz róla, hogy akkor is, és azóta is, felfelmerül, hogy hol történt az aláírás. Elhangzik itt a Kistrianon, elhangzik itt a nagy trianont és a Kistrianon összekötő folyosó, és ami különösen érdekes, hogy maga Praznosz aki egyébként ott lesz majd az aláírásnál, egy későbbi visszaemlékezésében, ő is a kis trianont említi, holott ez nem ott történt. Miközben ezek a sajtóhírek megjelennek, Május 31-én este, 21 óra 20 perckor indult a keleti pályaudvarról az Orient Express Budapestről Párizsba, fel kellett ülnie erre a gyorsvonatra a magyar békedelegáció képviselőinek. Csak hogy, tisztelt hallgatóság, május 31-én a késő délutáni órában még nem volt döntés arról, hogy ki lesz az aláíró. A, kés, a késő délutáni órákban született erre döntés, és valójában a kormányzó, a miniszterelnök, a külügyminiszter és magának a kormánynak a személyes kérésére, dr. Benárd Ágost, népjóléti és munkahogyi minisztere a kormánynak lesz az, aki kijelöltetik és aki úgy fogalmaz, hogy miután ő a kormányzótól kapta miniszteri megbizatását, ha a kormányzó őt személyesen felkéri arra, hogy írja alá a békeszerződést, akkor ő ezt nem utasíthatja vissza. A másik személy, aki a delegáció másik miniszteriális rangú képviselője, illetve a kormány teljhatalmú megbizotja, az Draselázár Lázár Alfred, aki egyébként a mai szóhasználattal élve a külügyminiszter helyettese lenne, rendkívüli követés meghatalmazott miniszter, valójában tehát a külügyminisztérium vezető tisztségviselőjéről van szó, ő neki nem sok választása van, őt egyszerűen kijelöli a miniszterelnök és kijelöli a külügyminiszter. Benárd Ágostról jegyezzük meg, hogy nagyon sokáig ellenállt, de ahogy említettem, a kormányzói akarat előtt meghajolt, és este 21 óra 20 perckor a magyar delegáció felszáll a Párizsba induló gyorsvonatra. Hogy nézett ki ez a delegáció, mely elindult Párizsba? Ahogy említettem, Benárd Ágost és Zsase Lázár Alfred a vezetője, Csáki István követségi attaséról, a még lesz szó, Kálai Tibor államtitkár, Barabás Albert a Nemzeti Újság munkatársa, aki testközelből fogja majd tudósítani a hazai olvasóit az eseményekről, de ott van Ottlik György, diplomata, a Pestel Lloyd külpolitikai szerkesztője, ugye ez angol nyelvű lap Budapesten jelenik meg, de ott van keleti dénes kormánybiztos a Magyar Államvasutak képviseletében. Ugye az előbb említettem ezt a magyar-francia titkos tárgyalásokat, Többek között annak az egyik tétje az is volt, hogy a máv a MÁV esetleg francia gazdasági érdekeltségbe kerül, és én hozzáteszem, hogy az ezzel összefüggő kormányzati előterjesztést maga Teleki Pál terjesztette elő, és már május 28-án a MÁV bérbeadásával kapcsolatos opciós levélel is készült. Tehát nagy valószínűséggel keleti dénes kormánybiztosnak más feladata is volt Párizsban. És gondoljanak bele abba, hogy amikor 31-én este eldől, hogy kikutaznak, a delegáció tagjai gyorsan, egy-két csomaggal a kezükben az Orient Expresshez hozzácsatolt miniszteri szalonkocsiba beszállnak, és elindulnak a reménytelenség irányába, elindulnak egy olyan úton, aminek tudják, hogy mi a vége, tudják, hogy hol van a vége, de fogalmuk sincs, hogy az elkövetkező pár nap az hogyan fog alakulni. Június harmadikán reggel, korad reggeli órákban érkeznek meg Párizsba, tehát egy picit csúsznak, hiszen a, az eredeti jegyzék értelmében már június másodikán meg kellett volna érkezniük. És jelzem, hogy ennek a delegációnak csak egyetlen feladatva volt. Egyetlen feladatra kapott meghatalmazást. A békeszerződés aláírására. Szállása ugyanaz a szálloda, ahol a zaponyi féle delegáció 1920. március végén, április elején átköltözött, tehát ugyanoda vannak elszállásolva, és ugyanúgy mozgásukban korlátozottak. Ezt Anri Ezredes meg is mondja Benárd Ágosnak, hogy nem hagyhatják el a szállodát, nem hagyhatják el a szállodának az, az, a parkját. Még aznap megtörténnek a diplomáciai formaságok. Ari Ezredes hozza a békediktátum teljes szövegét, bemutatja Benárdnak, hozzá kapcsol egy Millerantól származó ismét kísérőlevelet, amelyben a francia miniszterelnök tájékoztatja Benárdot, hogy a tisztelt elnök úr, tájékoztatom, hogy ez a dokumentum szó szerint ugyanaz, mint amelyet május 6-án átadtunk önöknek. A diplomáciai formasságok között ott van ugye a megbízó levelek átadása, bemutatása, majd pedig a békediktátum lepecsételése. Tehát az aláírás előtti napon ellátják a delegátusok pecsétjükkel a diktátum szövegét. Az a kép, ami ott látható, az a pecsétgyűrű, az valójában egy 1940-es vasárnapi hírlap mellékletében jelent meg, ahol Benda Jenő, az az újságíró egyébként 1920 tavaszán végig tudósította a, a párizsi eseményekről a hazai olvasókat, készítette egy interjút Benárd Ágostal, és ebben az interjúban ennek a mellékleteként jelent meg ez a kép. Ez volt az a családi pecsétgyűrű, amelyel Benárd Ágost lepecsételte az egy példányban készült békeszerződést. És akit jegyezzük meg, osztassunk el mindenféle tévhitet, a trianoni békediktátum egy példányban készült, egyszer írták alá a résztvevők, és jelenleg a francia külügyminisztérium levéltárában őrzik. Mi történik ez alatt Budapesten? Már június másodikán és harmadikán tiltakozások egész sora veszi kezdetét, de nem csak a fővárosban, hanem a vidéki városokban is. Koszorúzások, emlékbeszédek, a magyarság nagy halottainak, a temetőinek, sírjainak a felkeresése, és ezek az események harmadikán is folytatódnak, tiltakozásokat szerveznek az egyházak, különböző társadalmi szervezetek, politikai testületek, nagygyűlések sora jellemzi az országot. Június 4-e pedig, ahogy a korabeli sajtó is írta, a pátosz és a harang napja lett. Az egész ország feketébe öltözött. A színházak, a mozik, a szórakozóhelyek, bárok, mulatók ki sem nyitottak. Az iskolákban az órarend szerinti tanítás megállt. A tanárok sokszor megkönnyezve, sírva, remegő hangon Mesélték diákjaiknak, vázolták eléjük az eseményeket. Budapesten a Hősök teréről az Árpád szobor irányából 9 órakor pedig megindul a menekültek néma felvonulása, néma tüntetése, amelynek a célpontja a Bazilika épülete. 10 órakor valamennyi felekezett templomában megkondulnak a harangok. A bazilika harangja fél órán keresztül zúg, az egész ország tíz percre megáll, a közlekedés leáll, bezárnak a hivatalok, bezárnak az üzletek, a boltok, a bíróságok felfüggesztik a tanácskozásokat, a közgyűlések munkáját leállítják. Tíz percig emlékezik az ország arra az időpont és arra az eseményre, amit akkor még úgy tudnak, hogy ebben az időpontban kerül sor az aláírásra. A nemzetgyűlés sem tart ülést, csupán Rakowski István házelnök mond el egy beszédet, amelyben bírálja a békediktátum szövegét, bírálja annak tartalmát, és hitet tesz annak érdekében, és azért, hogy mindent meg fog tenni a magyar nemzet annak érdekében, hogy ezeket a hibákat, amelyet a diktátum tartalmaz, minél előbb ki lehessen javítani. És mi történik ugyanezen a napon Párizsban? A képek, amik itt láthatók, verőfényes napsütést mutatnak, de én azt gondolom, hogy ha fellapozzuk a 1920. június 4. időjárás jelentéseket, mit írnak Párizsból, szürke, szemerkél az eső, még a nap se süt ki, mintha Párizs is Magyarországot gyászolná. És akkor oszlassuk el végérvényesen azt a tévhitet, hogy hol került sor a békediktátum aláírására. Ugye említettem korábban, hogy számos esetben előfordul, számos írásban, különböző munkákban a kis Trianon palota. Hát nem ott történt, tehát áthúznám így képletesen is, hanem az úgynevezett Nagy Trianon palotában, a Grand Trianon palotában. Erre a lépcsősorra, amely ugye itt látható, majd még felhívnám a figyelmet, és ez az a folyosó szakasz, ahol bet, be, amelyet berendeztek az aláírásra. Tehát nem a kis Trianonban még csak nem is a nem létező két Trianon kastélyt nem létezően összekötő folyosón, hanem ez a szomorú aktus, ez a Grand Trianon kastélyban történt. A küldöttek, a béke delegáció tagja egyébként a délelőttöt szobáikban töltik, valójában készülnek erre a gyász pillanatra. Közös ebédet költenek el, majd visszavonul mindenki a saját szobájába, és felöltöznek abba a ruhába, abba a díszruhába, amit itt is majd láthatnak. Az aláíráson résztvevő hivatalos magyar delegáció hat főből áll. Benárd Ágost vezeti a delegációt munkaügyi és népjóléti miniszterként. Tessék megnézni ezeket az arcokat. Az elkeseredés, de ugyanakkor a döbbenet és a dű Benárd arcán kifejezetten látszik. Jelen lesz Iván rendkívüli követés meghatalmazott miniszter, Wedstein János követségi tanácsos, Bobrik Arno követségi titkár, Gróf Csáki István követségi atasé. Róluk még majd egy pár percben beszélni fogok, már csak azért is, mert egy kicsit érdemtelenül nem beszélünk erről a delegációról. Az aponyi vezette delegáció, amely 1920. január 5-én indul el Párizsba, az ő tevékenysége, a delegáció kiváló munkája az mindenki előtt ismert és mindenki által joggal megsüvegelendő. A Benárd Ágost vezette delegáció munkájáról, erről a, erről a, a, a borzasztó küldetésről alig szólunk. Ha szól is róla a sajtó, vagy a megemlékezések, de sok esetben még a szakirodalom is úgy fogalmaz, hogy valójában jelentéktelen szereplők voltak, akik tudták, hogy úgyis távozni akarnak később a politikai életből, és valójában hát tudomásul vették, hogy a sors ő rájuk osztotta ezt a feladatot. Nincs arra most lehetőség, talán majd egyszer lesz, hogy az ő életútjukat részletesebben is bemutassam. Itt kérem, elégedjenek meg azzal, hogyha hisznek nekem, hogy két rendkívüli emberről van szó, akik egyáltalán nem távoznak a politikai életből, sőt, annak meghatározói lesznek. Maga például Benárd Ágost nem csak az 1920-as, de a 22-es nemzetgyűlésnek is tagja, a teleki kormánynak ugyanezt a miniszteri tárcáját fogja viselni, és majd 1935 és 39 között ismételten országgyűlési képviselő lesz. A többiekről majd még egy pár mondatot szólok. A delegáció alig ismert tagjai tehát, Vecstein János követségi tanácsos, itt látható a képe a tanácsos úrnak, valódi karrier diplomata, 1912-ben még a monarhiában kezdi a külügyi szolgálatait, de tagja az aponyi vezette delegációnak, még nevezetesen az egyik titkáradnak, a főtitkárnak a helyettese. És tessék nézni, a későbbiekben is megtartja a diplomáciai szolgálatot, vezeti a hágai, a prágai követséget, a berni követséget, a berlini követség tanácsosaként is dolgozik. Kiváló diplomatáról van szó. De ugyanez mondható el Bobrik Arnóról is, aki itt látható a képen, követségi titkárként, Tevékenykedik 1920-ban, kiváló diplomáciai karriert fut ő is be. ő is tagja volt az Aponyi féle delegációnak, később Bécsben és Prágában főkonzul, majd Argentínában és a Visi Franciaországban képviseli a magyar királyi kormányt. Kiválóbbnál kiválóbb szakemberek, alig ismerjük őket. Akit talán jobban ismerünk, elsősorban a későbbi tevékenysége, külügyi tevékenysége révén, az Gróf Csáki István, aki ekkor követségi atasé, itt látható ez a 26 éves fiatalember, ekkor ugye a delegáció hátsó sorában érkezik, majd később ugye látható már ugye érette politikusként, itt pedig már, mint külügyminiszter. Aponyi Albert személyi titkára, ő vezeti a béke delegáció hivatalos naplóját, teleki közvetlen munkatársa, nem véletlen talán, hogy 1939-ben Teleki maga mellé veszi külügyminiszternek. Ugye 1920 után a külügyminisztérium számos beosztását viseli, vezeti a sajtóosztályt, Madridban, Lisszabonban, ügyvivő, külügyminiszteri kabinetvezető és már 38. decemberétől, tehát az Imrédi kormány utolsó időszakában már ő a külügyminiszter, és Teleki Pál is őt hívja meg a külügyi tárca vezetésére. Én azt gondolom, hogy kiválóbbnál kiválóbb személyek vannak ebben a delegációban. És akkor hogy néz ki itt az aláírás előtti időszak? A szállodában előtt a parkolóban megjelenik 16 órakor két gépkocsi, és kiszáll belőle Henri Ezredes, és a szálloda előtt gyülekező magyar delegátusok beérülnek ebbe a két autóba. Az elsőbe száll Benárd, Draselázár, Alfred Praznovszki, Iván és Henri Ezredes, a másik autóba Vecstein, Bobrik és Csáki. Hát a szervezés nem volt igazán tökéletes, mert a többieknek, Otliknak, Barabásnak, Fabruheniknek kiváló gyors és gépiróról van szó, aki szinte szó szerint jegyezte le az eseményeket illetve a gyors és gépíró hölgy szalai etel, gyalog, szinte szaladva kell, hogy eljussanak a szállodából a Grand Trianon kastélyhoz. Jegyek voltak egyébként kiadva, a csak jegyen lehetett bemenni. Néhány perc alatt a személygépkocsik ott vannak, pontosan tudjuk rekonstruálni az útvonalat, és amikor a Grand Trianon kastély vasrácsos kapujához megérkezik a személyautók, megérkeznek a személyautók, a vasrácsos ajtó zárva van, előtte pedig a francia csendőr posztol. Mondja, hogy ide nem lehet bejönni. Mit ad Isten? Vita vitát követ, Ari ezredes próbál, hogy ezredes tekintélyének latbavetésével szinte kiabál a francia ö, ö, csendőrrel. Praznovszki csupán annyit mond, hogy hát nem tesz semmit, hát ha nem engednek be, hát akkor kerünk vissza nekünk, nem olyan fontos. No azért kinyitatják ezt a kaput, a személygépkocsik begördülnek, és a magyar delegáció gyalog teszi meg az utat, 16 óra 15 perckor érkezik nagyjából a kastélynak a lépcsősorához. Pontosan jól látszik a delegáció tagjai, jelölt Benner Lágost, Drassel Lázár Alfréd, Praznovszk Iván, Fabró Henrik, Csáki István, Vesten Jánosnak az arca alig látszik, egy francia, egy brit, és egy olasz összekötő tiszt kíséretében elhaladnak a francia díszszázad előtt, amely lábhoz tett fegyverekkel kíséri a szemükkel, kíséri szemükkel őket, nem tisztelegnek. Nem tisztelegnek a magyar delegációnak, tegyük hozzá nem udvariatlanságból, nincs még aláírva a békeszerződés. A hadi állapot még fennáll. 16 óra 15 perckor érkeznek meg tehát a Grand Trianon kastélynak a bejáratához, ahol a bejárati lépcsőnél a francia külügyminisztérium protokoll főnöke Pierre Beck Foucourier várja őket, és kíséri be a magyar delegáció tagjait, kíséri be a Grand Trianon márvány termébe, amely ekkor már be van rendezve az aláíráshoz. A ceremónia nem tart tovább negyed óránál, a kép az valójában a helyszínt, a korabeli helyszínt ábrázolja. Ha kicsit fel tudnánk nagyítani, őt ott fel tudjuk ismerni, Benárd Ágostról van szó. Hát ez a pillanat, amikor már a magyar delegáció aláírta, itt már ugye például a szerbek írják alá a szerb horvát szlovén királyság nevében a diktátumot. Maga Milleran elnök, miniszterelnök elnököl az ülésen, egy nagyon rövid bevezetőt mond, majd felszólítják a magyar delegátusokat, hogy írják alá a békeszerződést. Ugye azt a dokumentumot, amit előző nap pecsétgyűrűjükkel viaszba, bártva már elláttak. Először Benárd lép az asztalhoz, hanyag eleganciával ledobja a fehér kesztyűjét az asztalra, és hiába kínálnak neki egy díszes tollat, hogy azzal írja alá, későbbi visszemlékezésekből tudjuk, hogy a szállodában felvesz egy rozsdás, puhafa faszárú tollat, és azzal írja alá ezt a szokmányt. Ennek a tollnak egyébként elég érdekes története lesz, de ez megint egy későbbi előadásnak lehet majd témája. Ezt követően Drassel Lázár Alfred érkezik, most ő leülve kell, hogy aláírja, nyilván remeg, reszket a lába, hát az vesse rá az első követ, aki hasonló helyzetben nem így tenne meg nem, nem ilyen állapotban lenne. Ezt követően jön az öt főhatalom delegátusai következnek, tehát a francia, a brit, az amerikai, az olasz és a japán, majd a többiek a francia ABC sorrendjében. Rövid elnöki bezárás után gyakorlatilag vége ennek az egész ceremóniának. Nem tart tovább 15-20 percnél. Tegyük hozzá, hogy a magyar delegáció megkapja a tiszteletet. Nem alázzák meg a magyar delegációt, hát persze önmagában egy ilyen békeszerződés aláírása, az önmagában az ország megalázása volt. Itt láthatók az aláírók, ott a Draselázár Alfred és Benárd Ágost, itt pedig a békeszerződésen, diktátumon maguk az aláírások, ugye Dr. Benárd és Drache Lázár. Így hadd jegyezzem meg, hogy a Lázár az a vezetéknév, tehát egy névegyesítésről van szó, az Alfreda a keresztnév. Ezért van a Drasse Lázár aláírás. És ez az a pillanat, amikor a magyar delegáció elhagyja a Grand Trianon kastélyt. Jól látható, Fukurié, a protokollfőnök kíséri ki őket, illetve a, a, a francia, a brit és az olasz szánsegédek, katonák fönt pedig cilinderbe láthatóak, ugye Prasdowski, ugye ö, ö, Wettstein, Bobrik és Csáki István. A képen látható Drassel Lázár Alfred is, arcát ugye Benárt feje és a cilinder egy részét akarja. És hogy ne legyen véletlenül se senkinek kétsége felől, hogy a Grand Trianon kastélyban történt az aláírás, készítettem egy fotomontást, amely a Grand Trianon kastélynak a mai lépcsős sorát ábrázolja, és az előző képnek a középső részét erre rámontíroztam, tehát jól látható, hogy melyik épületből jönnek ki az aláírók. És amikor az aláírók elhaladnak a díszsorfal előtt, akkor a kettős sorban álló sisakos francia katonák már tisztelegnek, parancsszavak hangzanak el, bajonettek cikáznak, és megtörténik a tisztelgés. A magyar delegátusok pedig elrobognak. Sajnos erről nincsen kép, de hogy hogy nézhetett ki ez a tisztelgés, ezen a képen jól látható, ez az a pillanat, amikor a, a az aláírási ceremóniát levezénylő Alessand Milleran, francia miniszterelnök elhagyja a kastélyt, és hát természetesen neki is tisztelegnek a francia díszőrség katonái. A másnapi újságok közül az estet választottam ki egy kommentárra, amely úgy fogalmaz, hogy az okiratot tarkítani fogja dr. Benárd neve, egy név, mely csak nemrég bontakozott ki az ismeretlenség homályából, hogy örök életét megkezdje a magyar történelemben. Tényleg, Benárd Ágost beírja a történelembe magát, de hozzáteszem nem csak ezzel. Az ő egész élete része a két világháború közötti magyar történelemnek. Egy különleges személyiségről van szó, akiről majd azt gondolom, hogy illő módon kell megemlékezni és beszélni róla. És még vissza volt egy nagyon keserű Pirula. Mert az aláírással valójában csak az első formaság dőlt el. Vissza volt még a keserű pirula, amikor a békeszerződést az Antant nyomására 1920. novemberében be kellett cikkejezni. Ratifikálni kellett. Tessék elképzelni. Amikor a nemzetgyűlés bizottságai megtárgyalják, és a bizottságok kijelölt vezető jodálnak a nemzetgyűlés színe elé, és azt mondják, hogy kérem a nemzetgyűlést a békeszerződés ratifikálására. Hát van olyan bizottság, amelyben egyszerűen nem találnak előadót, hogy ki legyen, aki ezt elmondja 20 novemberében. Na ott lesz majd sorshúzás. Ott kisorsolják, hogy kire jut majd ez a hálátlan szerep. Ez történik meg, tehát 1920 novemberében. És ekkor még mindig nem lép hatályba a Trianoni Békeszerződés, hiszen a Békeszerződés utolsó szakaszai pontosan rögzítik azt, hogy majd, hogyha három győztes ország a ratifikációs dokumentumokat Párizsban letétbe helyezi, és ugyanezt megteszi Magyarország is, akkor lép ez hatályba. Nos, ez következik be 1921. július 26-án, amikor. Párizsban, kíván a ratifikációs dokumentumot letétbe helyezi, és ezzel 1921. július 26-án a trianoni békeszerződés életbe lépett. Én szeretnék itt is, most is el oszlatni megint egy téfitet, nevezetesen az, hogy a trianoni békeszerződés be van cikkelyezve a Magyar Törvénytárba, tehát, hogy azt megnyitják, akkor oda lesz írva, hogy a mai napon hatályos. Ugyanakkor a trianoni békeszerződés felülírta a II. világháborút lezáró 1947-es Párizsi békeszerződés. És szeretnék eloszlatni egy olyan tévhitet is, többször megkérdezik tőlem, hogy igaz-e az, hogy 50 évre, 100 évre, kérem, nincs időkorlát a trianoni békeszerződés szövegében. Nincs se 50, se 25, se 100, se 200 év, de ahogy említettem, Valójában a trianoni békeszerződés, hogyha nagyon szigorúan veszük, akkor már az 1938-as első bécsi döntés is felülírja, de végérvényesen, vagy legalábbis mai napig hatályos módon az 1947. február 10-én aláírt II. világháborút lezáró Párizsi békeszerződés. És örülök, hogy ezt a diát itt a vége felé beraktam, mert itt tudok valójában kapcsolódni, polgármester úr, emlékező beszédéhez. 90 éve történt a Trianoni békeszerződés aláírása, amikor a Magyarországgyűlés 2010. június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. Az erről szóló törvényjavaslatot az a 2010-es tavaszi választásokat követően május 19-én nyújtották be, 31-én tárgyalta le az országgyűlés, szavazott az előterjesztésről, az államfő Schmidt Pál június 2-án aláírta a törvényt, és június 4-én, Trianon aláírásának 90. évfordulóján kihirdetésre került a 2010. évi 45. törvény a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről. Rövid öt paragrafus. De ez az öt paragrafus valójában válasz azokra a folyamatokra, ami akkor úgy mondtuk, hogy 90 éve történt, de ez az, ez az öt paragrafus, ez gyakorlatilag a mai napig is él, a mai napig is üzenete van, nevezetesen az, hogy Trianont, azt, ami ezzel az országgal történt, nem lehet elfelejteni, erre emlékezni kell. Emlékeztetni kell rá a felnövekvő nemzedéket, annak minden tagját, nem véletlenül lesz tehát a nemzeti összetartozás napja június 4- -e, de rávilágít a törvény arra is, hogy azok a megoldási kísérletek, amelyek meg akarták haladni Trianont, vagy valamilyen megoldást kínáltak trianonra, az gyakorlatilag bármelyiket is nézzük, nem vált valóra. Egy dolog az, ami előre tud mutatni, a Kárpát-medencei magyarság teljes összetartozása, a közjogi összetartozása és összetartása ennek a nemzetnek. Ezt alapozta meg a tíz évvel ezelőtti törvény, és ennek a törvénynek a mentén fogalmazódtak meg azok a programok, fogalmazódott meg az a nemzetpolitikai stratégia, amely azt gondolom, hogy teljesen új dimenzióba és új helyzetbe hozta az anyaország és a határon túl élő honfitársainknak a közös ügyét. Én abban bízom, hogy csatlakozza a polgármester úr szavaihoz, hogy ez egy emléknap, ez egy tragikus nap, de emeljük fel a fejünket. Hát itt vagyunk, Hát ezt az országot 1920-ban mégiscsak halára ítélték. Hát nagyon kevesen voltak, pontosabban sokan voltak azok, akik úgy gondolták, hogy 20-25 év múlva ez az ország már sehol nem lesz. Nagyon sokan úgy gondolták, hogy 20-25 év múlva azok a magyar kisebbségi közösségek, amelyek az országhatárokon kívül kerülnek, azok teljesen felfognak a, 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 a nagy nemzetek között szívódni és ívódni. Hát nem így történt. Ez önmagában a csoda, és erre igazán büszkék lehetünk. Nem tudom, hogy létezett volna még egy olyan nemzet, amely túlélte Rianont. A magyar nemzet nem csak túlélte, nem csak túlélte ezt a traumát, hanem ebből a traumából merített erőt, tartást, mint amilyen tartással a Déke delegáció képviselői odaindultak Párizsba és ahogy kézjegyükkel ezt a szerződést ellátták. Én azt gondolom, hogy legyünk büszkék rájuk, tekintsük őket nemzetünk hőseinek, és ennek a nemzeti összetartozásról szóló, melletti tanúságtételről szóló törvény szellemében éljük tovább életünket a Kárpát-medencében. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!